rövid szócikk adta hírül a Tahitót falui baptista gyülekezet közösségi oldalán. Presbiter és diakónus avatás. Igét hirdetett Rácz Lajos lelkipásztor, az avatást Barbarics Péter, a presbiteri tanács titkára végezte. A gyülekezet Szalai Tamást presbiterré, Cserekje Tamást, Mészáros Gyulát, Szilágyi Lillát és Éliás Szalai Ágnest diakónussá avatta. Hiszed-e, hogy a presbiteri szolgálatra való alkalmasságod és megbízásod az Úrtól van? Hiszem. Vállalod-e a felelősséget, hogy a rád bízandó szolgálatot a gyülekezet céljalátása, értékei és küldetése szerint a gyülekezet tagjainak és közösségének épülésére végzed? Vállalom. Elfogadod-e, hogy a gyülekezet példaképeként Isten és a gyülekezet előtt elszámolással tartozol mind életedről, mind pedig szolgálatodról? Elfogadom. Azzal a megértéssel és elkötelezettséggel veszed-e fel a presbiteri megbízatást, hogy a szolgálatodért a főpásztort, mint Krisztus Jézus előtt kell számot adnod? Igen. Drága Istenünk, nagyon hálásak vagyunk te néked a Tahitótfalui gyülekezetért, hogy vezetőket találtak, vezetőket választottak, találtak olyan embereket, akikre szüksége van a te nyájadnak, a te népednek. Találtak olyan embereket, akikben megbízhatnak, akikre feladatot bízhatnak, akik tudják tanítani őket, tudják bátorítani, tudják erősíteni a te népedet, a te nyájadat. Amikor valakit felavatnak a baptista gyülekezetben, azzal elismerik a felavatott Isten és a gyülekezet iránti hűségét, alázatát, szolgálatkészségét. A gyülekezetet, mint ahogyan egy pásztor, vezetni, segíteni kell, gondoskodni kell a gyülekezeti tagok testi és lelki egészségéről. A felavatás nem egy jutalom számukra, hanem azt jelenti, hogy megterhelik őket további feladatokkal, további elvárásokkal, további küldetéssel, mondta Váradi Antal lelki pásztor. Mai napon egy nagyon különleges istentiszteletünk volt. Embereket avattunk föl szolgálatra, avatottak a lelkipásztorok, a lelkipásztor segédek, evangélisták, presbiterek, diakónusok. Ők az avatásuk után egész életükben halálukig hordozzák ezt a tisztséget, amennyiben nem követnek el olyan bűnt, ami miatt ettől meg lennének fosztva. Az avatás azért is fontos a gyülekezetben, például egy presbiter avatás, mert a baptista közösségekben a presbiter teljes jogkörrel elláthatja azokat a feladatokat, amiket egy lelkipásztor végez. Igét hirdethet, úrvacsorát oszthat, eskedhet, temetést vezethet le. Tehát teljes értékűen be tudja tölteni a lelkipásztornak a feladatkörét is, amikor mondjuk nincs lelkipásztora a gyülekezetnek, vagy éppen helyettesíteni kell a lelkipásztort. Ezért volt nagyon fontos például a Szalai Tamásnak a presbiterré avatása, illetve a mai napon avattunk diakónusokat. Diakónus avatás ebben a gyülekezetben már elég régen volt, ezért is különleges a mai alkalom, illetve azért is különleges, mert a magyarországi baptista egyházon belül viszonylag kevés diakonissa, női diakónus van. A mai napon a gyülekezetünk két diakonisszát is avatott, Éliás Szalai Ágnest, illetve Szilágyi Lillát. A diakónus avatásban részesült Cserekje Tamás és Mészáros Gyula testvérünk. A baptista misszió jelenlegi formájában Európában 1609-ben indult, Tahitótfaluban 1885-ben már hangzott baptista igehirdetés Lukács Zsigmond házánál. Majd a Szentlélek munkája által 1886-ban megalakult a helyi baptista gyülekezet. Jelenleg 100 hitvalló tagot számlál a hozzájuk tartozó gyermekek és a lelki gondozotti kör mellett. A baptista egyház szokásai szerint egy kívülről érkezett lelki vezető segíti igehirdetésével az újonnan felavatott tisztségviselők lelki megerősítését. Tahitótfaluba ezúttal egy régi ismerős, Rácz Lajos lelkipásztor érkezett Bicskéről, hogy lelki útravalót adjon a tisztséget, a küldetést magukra vállaló presbiternek,
és a négy diákonusnak. Amikor annyiféle információ, beszéd, kép ér bennünket a hétköznapokban, és bemocskolja az érzéseinket, a gondolatainkat. Annyi harag, keserűség érin meg bennünket. És mit gondoltok? Ez szellemileg nem épít le a sok harag, a keserűség, az irigység, a mindenfajta dolog, ami átfújja a szívünket, a gondolat. Dehogy is nem! Kilúgozza a szívünket! Elveszítjük mindazt, ami az Úr jelenlétéből áldás jön, a szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség jön meg. Mindez a Szent Szellem gyümölcsének kilugozza a szívünkbe. Ezért kell bemosakodni, hogy az orvos is megy műteni, nem azt mondja, hogy mindegy, most mit fogtam meg, megfogom, gyorsan megműtöm. Nem, bemosakszik. Ott lenni egymás mellett a szolgálatban. Amikor a másik összehullik, a másik nem bírja. Nem elveszíti a reményt, vagy elborítja a nehézség, vagy körbeveszi a kísértés, vagy ott vannak az anyagi problémák, vagy a gyermekével nehézség, vagy én nem is tudom milyen kihívások. Vagy elfogy a hite, ott lenni a másik mellett, és azt mondani, hogy ide figyelj, én imádkozok, itt vagyok, és melletted állok, és fogjuk együtt csinálni. És kedves gyülekezet, íme a ti szolgálóitok, íme a ti avatottaitok, vezetőitek, szeressétek és kövessétek őket, ismerjétek meg és lássátok az ő gyengeségeiket, és ismerjétek meg és lássátok azt az Istent, aki elhívta őket erre a szolgálatra. És kedves avatott testvéreim, íme a gyülekezet, akinek az építésére, akinek a javára, akinek a jobbítására, akinek a tökéletessé tételére, akinek az Istenhez vezetésére hívott, küldött el titeket. Isten áldjon benneteket.